Az elmúlt közel másfél évben emberek százezrei vitték haza a munkát hónapokra. A nappali vagy a konyha egyben a munkahelyünk lett, így ebben az időben fontossá vált az is, hogy miként védjük ezeket a helyeket, illetve azokat az eszközöket, amelyeken a munkavégzés történik. Két biztosító cég már tavaly ősszel belefoglalta ajánlataiba a home csomagot, a kínálat pedig az elmúlt hónapokban tovább bővült. A home office csomag az ugye indokoltá vált a tavalyi évtől, hiszen nagyon-nagyon sok munkavállaló került ugye otthoni munkavégzésre, és nagyon sok irodai eszköz került ugye otthoni használatba. Ezeket ugye a biztosítók többféleképpen oldották meg, valakik ugye záradékként rakták bele, van akinek meg már eleve benne volt, mint idegen vagyon tárgy a biztosítási feltételében. A biztosítás a munkáltatótól munkavégzés céljára kapott elektronikai és számítástechnikai eszközökre köthető meg. Így például kártérítés kapható mobiltelefonra, laptopra, számítógépre, tabletra vagy monitorra, de belefoglalható egyes csomagokba például az a szék vagy asztal is, amelyet szintén a munkáltató bocsátott rendelkezésünkre. Érdemes azonban alaposan megvizsgálni az egyes ajánlatokat, javasolja a szakértő. Nagyon sokan belső rendszereket használnak, amihez ugye szükségesé vált, hogy a munkakörülményeket és az munka végzésre, a munkáltató által biztosított eszközöket hazavigyék, és nem biztos, hogy az otthoniakat használják erre. Mindig meg kell nézni az adott módozatának a feltételét az ügyfeleknek, hogy milyen összegben van ez benne, ha benne van, akkor mire térül és mire fizet, hiszen akár egy villámcsapás is tönkreteheti teheti ezeket az eszközöket, vagy mondjuk egy betöréses lopás miatt is ugye, Eltűnhetnek az otthonból. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg keressék meg az adott biztosítótársaságot, és tájékozódjanak arról, hogy az ő feltételükben ez hogyan is, miként van benne. A home office alatt érdekes kérdésé vált az is, hogyan értelmezhető a munkahelyi baleset fogalma. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium korábban azt a tájékoztatást adta, a munkavédelmi törvény azokat a baleseteket tekinti munka baleseteknek amelyek a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben következnek be. A Home esetében a minisztérium értékelése szerint nem minősül munkabalesetnek, ha a munkavállaló elhagyja a távmunkavégzésre megjelölt helyet, azaz például kimegy a konyhába, a mosdóba vagy a kertbe, és ott éri a baleset.